próbáljunk már meg egy ilyen hullámzást beletenni a dologba. Az utolsó instrukciók, simítások, javítások, ha egyáltalán kell még. Újra lázasan készülődő diákokkal és tanárokkal telt meg a Rocksuli Cegléd minden terme. Az iskola fennállása óta hagyomány, hogy fél évkor és év végén koncerten mutatják be a diákok, mit tanultak, hol állnak hangszeres vagy éppen énektudásukban. Aztán hirtelen megállt az élet itt is. Persze csak a koncertek tekintetében. Az oktatás, amikor arra volt lehetőség, online, amikor már enyhült a járványhelyzet, újra személyes jelenléttel folyamatosan zajlott. De a közönséget, az élő koncert hangulatát, élményét nélkülözniük kellett eddig. A várva várt pillanat elérkezett. Nagyon vártuk tényleg, és kicsit vegyesek az érzelmek, de úgy érzem, hogy eljött az idő, hogy azt hiszem most már a harmadik éve, hogy nem állhattunk színpadra. Mind a diákok, mind a tanárok, és én is nagyon várom, hogy ezen a nagy színpadon, a Laska Fesztiválon végre felléphessünk, és egy kétórás igazi rockkoncertet adhassunk. Én úgy gondolom, a legerősebb műsor állt össze, az Ossiántól a Kissen, a Queenen keresztül. Szerintem olyan számokat tudtak választani mind a diákok, mind a tanárok közösen, amik még nem voltak nálunk színpadi produkcióban. Funk, pop, rock, szinte minden műfaj megjelenik most is a koncerten, amire a próbák tehát már elkezdődtek. Természetesen a felkészülés már jóval régebben. Igazából jó esetben már eddigre mindenki tudja a dalait, vagy dalát, amiben játszik, bármilyen hangszer vagy ének legyen az, és igazából ilyenkor már csak a simítások jönnek, amikor összepróbáljuk, összehangoljuk, hogy mindenki, amit így tanult az elmúlt hetekben, hónapokban, az együtt is végre megszólalhasson. Katinka ugyan nem ceglédi, de már három koncert aktív részese lehetett eddig, és lelkesen vesz részt a próbákon is. Számára nem csak azért különleges az a koncert, mert újra közönség elé állhatnak. Nekem ez most egy különleges koncert lesz, mert két hangszeren is fogok játszani. Én alapból elektromos gitáron játszom, és az lesz az egyik számomban. Viszont most ukulelézni is fogok, mert úgy gondoltam, hogy ahhoz a számhoz az jobban illene. Úgyhogy most ezen a két hangszeren fogok játszani. Most tehát még a próbák tartanak, de jövő hétvégén már a közönség is láthatja a végeredményt. A Ceglédi Rocksuli Sok a Laska Fesztivál harmadik napján, vasárnap, 15 órakor állnak színpadra és adnak, a korábbi évekből kiindulva, fergeteges koncertet két órán keresztül.